A csodaszarvas nyomába szegődött, hogy aztán az ősi krónikák mentén kutasson elődeink után. Mai vendégünk a kényelmes íróasztalt hátrahagyva a valódi terepen, olykor több ezer kilométerre hazánktól műveli történészi munkáját, mindazt, amely által közelebb kerülhetünk múltunk fontos részleteinek megismeréséhez. Lássuk, hogy kivel várjuk ma önöket az Ez itt a kérdés portréban. Amikor kitűzik a zászlót, az egyáltalán a központ számukra. A mongolok mindig a közösség megtartó erejét látták benne. Obruzsánszky Borbál a Szervácius Jenő díjas történész, néprajzkutató, orientalista. Magyarország Ulánbátori nagykövete. Gidzsingiszkával, Hökhotba, Mongóliába pedig csojbászam van. 1997-ben szerzett diplomát az ELTE BTK történelem és mongol szakán. Ezt követően Mongóliában, a Mongol Nemzeti Egyetemen végezte posztgraduális tanulmányait. 2000-ben védte meg doktori disszertációját. PhD fokozatát a Debreceni Egyetem doktori tanácsa 2006-ban honosította. Pénz hiányzik, és akkor ezért hívnak külföldi kutatókat ide. Az elmúlt két évtizedben több expedíción vett részt Mongóliában, Belső Mongóliában és Ázsia más vidékein. A 2009-ben alapított Journal of Eurasian Studies főszerkesztő helyettese. A tudományos ismeretterjesztés keretei között célkitűzése a mongol hagyományok megismertetése a hazai közönséggel. Az időszámításunk előtti első századból való ez a hunsír. Kutatásai során elsősorban a hunok történetét és a hun-magyar rokonságot vizsgálja. A témában számos publikációt tett közzé magyar, illetve idegen nyelven. Szeretettel köszöntöm a stúdióban dr. Obruzsánszky Borbálát, és azon gondolkodtam, hogy talán a régészeknek jobban megszokott adatni az, ami a történészeknek kevésbé, hogy valódi terepen kutathatnak akár sok ezer kilométerre hazánktól. Önnek ez megadatott. Mit jelent ez az életforma? Mennyi kalanddal és mennyi lemondással jár? Jó napot kívánok, szeretettel üdvözlöm a nézőket. Elég nehéz terep azért Mongólia, tehát nem véletlenül, hogy kevés kutató megy oda. Nekem az volt a szerencsém, hogy belecsöppentem ebbe a közegbe, a mongolok elfogadtak, és valahogy kibírtam ezt a rengeteg nehézséget. Elfogadtak? Azt mondta, ez könnyű folyamat volt? Nem. Tehát ugye ott azért teljesen más élet van, bele gondolhatunk, jurtában élnek, ugye olyan ételeket itt italokat fogyasztanak, ami egy európai számára ugye elég furcsa, ízvilág teljesen más, illetve hát az itthoni komfortról teljesen le kell mondani, viszont cserébe nagyon különleges helyekre lehet elmenni, nagyon különleges hagyományokat, szokásokat tudtam megfigyelni, illetve ugye olyan történelmi emlékekhez is eljutottam, ahol nem tudom, hogy járt egyáltalán talán rajtam kívül fehér ember. Ezekről majd még beszéljünk, de hogyha most visszaugrunk az időben jóval a diploma előttre, gyerekkorában, azt meg lehet figyelni, hogy nagyon sok a munkájában elhivatott embernél van az, hogy már valahogy gyerekkorától kezdve abban az irányba húzta minden. Ön is így volt ezzel? Kelet felé mutatott a képzeletbeli iránytű? Hát először, mint ugye történészi babérokra törtem, 3 éves koromban állítólag elkezdtem üvöltözni, hogy nem akarok óvodába menni, Afrikába akarok menni. Ezek után ugye elkezdtem olvasni, meg a szüleim elkezdték olvasni ezt a reggel csodaszarvasról, és ez nekem annyira megtetszett, ez valószínűleg annyira megragadott, hogy utána mindig is kelet felé vágytam ezek után. És ugye, ahogy kint a sámánok mondták, valahol megszólítottak az ősök, olyan 9 éves lehettem, egy ilyen beszélgetések során ugye sokan jártak már korábban Mongóliába, és édesapám egyik kollégájával együtt nyaraltunk, és ő is mesélte, hogy milyen különleges Mongólia, és én annyira elszomorodtam akkor, hogy hát én biztos, hogy nem fogok soha oda eljutni. Hát aztán nagyon nem így lett. Egyébként, amikor arról beszéltünk, hogy mi mindenről kellett ott lemondani, és cserébe mi mindent kapott, igen ám, de a mongolok hogyan fogadták? Tehát, hogy mennyire engedték magukhoz közel? Már rögtön az elején, vagy azért
eltelt egy kis idő, amíg beilleszkedett. Hát nekem az volt a szerencsém, hogy viszonylag ugye könnyen barátkozom, meg nagyon érdeklődtem, meg vittem nekik ajándékot, és akkor ugye elkezdődött egy beszélgetés mindig a vendéglátó meg közöttem, és akkor ugye hasonló szavak vannak, hasonló szokások voltak, meg hát úgy gondoltam, hogy az a legjobb, hogyha ott vagyok egy úrtába, akkor segítettem volt, hogy én főztem nekik. És akkor ugye hogy látták ők is, hogy mennyire segítőkész vagyok, mennyire részt veszek a munkába, és akkor jobban ugye megnyíltak nekem, illetve volt még egy nagyon érdekes történet, hogy amikor egy sámán asszonynál voltunk, akkor ugye többen voltunk ott magyarok, és hát mindenki fényképezett, én meg csak úgy elvonultam, hogy mondom, pihenek egyet, és a maga a sámán asszony szúrt ki engem, megkérdezte, hogy és az ott ki ott a jurta végén. Mondta, hogy azt ismerem, mert az itt éltek korábbi előző életébe, úgyhogy ez meg engem annyira, hogy mondjam, sokkolt, hogy egy vadidegen ember ilyet mond nekem. Szíven ütötte. Mi volt az a pillanat, mikor volt az a pillanat, amikor a magyar őstörténet kutatása és a Mongólia iránti szenvedélye találkozott? Akkor már egyetemista voltam, ugye a 90-es években kint tanultam, először ugye nyelvi képzésen vettem részt, utána pedig ugye kutatással kezdtem foglalkozni. Amikor már nyelvet tanultam, ugye akkor átmentem a történészekhez, régészekhez, pont egy folyosón voltak, és amikor megtudták, hogy magyar vagyok, mindig elkaptak, hogy meséljek nekik a hunokról. És bevallom őszintén, hogy hát persze a mondákból, ugye amiket olvastunk, azért volt némi ismeretem, de állandóan faggatóztak, és már annyira szégyeltem, mert féltem, hogy megint kérdeznek tőlem valamit, és gondoltam, hogy akkor jobb, hogyha utána olvasok az európai hunoknak, és akkor úgy már akkor felderengett bennem, hogy hát mennyi kevés információt tudunk mi a saját régmúltunkról, ugye a krónikákban leírt hun hagyományról, és feltettem azt, hogy na majd egyszer ezzel kéne foglalkozni, de hát ugye az nagy téma, rengeteg időt igényel, én mindig halaszgattam, és amikor megszületett kisfiam, na akkor láttam az időt, hogy mondom, na most itt az idő, nem tudok elmenni keletre, nem tudok utazni, akkor mondom, beleásom magam ebbe a témába, tehát akkortól kezdtem ezzel a témával intenzíven foglalkozni. Ha valaki nem foglalkozik professzionális szinten Mongóliával, illetve a magyar őstörténettel, akkor hogyan tudna egy rövid összképet adni arról, hogy mi derült ki a kutatásai alapján az ön számára a mi eredetünkről? Hát mindenképpen belső ázsiai kapcsolat van, ugye, tehát az ázsiai hunok, Attila ősei, onnan eredtek, hát az, hogy melyik helyszínről az ugye pontosításra vár, de ugye Mongólia közepe volt a hun birodalomnak az egyik központja, és ugye több évszázadon keresztül vándoroltak nyugatra, megérkeztek a Kaukázusba, ugye ott is voltak egy-két évszázadig, aztán onnan már a krónikák tudósítanak, hogy nyugatra jöttek, elfoglalták a Kárpát-medencét, Attila után ugye visszavonultak, és ugye Árpád idején ismét visszajöttek, hogy Attila örökségét elfoglalják. Tehát ez egy nagyon szép, hosszú történet, erről nagyon sok információ van a történeti krónikáinkban, de ugye voltak olyan német kutatók, akik a 19. században ugye ennek azt mondták, nem csak a miénkre mondták, a kínai krónikáktól kezdve a többi régi hagyományra is azt mondták, hogy ez biztos nem igaz, ugye akkor jött egy új történelem szemlélet, hogy csak a biztos dolgokral foglalkozzunk, és akkor ezt ugye itt hogy a tudományos közélet is ugye elvetette, aztán el kellett telni nagyon sok időnek, ugye a régészet, az antropológia, most már ugye az archeogenetika, ami nagyon fontos, tehát azok felszínre hozzák ezeket a bizonyítékokat, illetve hát nem volt történész a keletkutatók közül, tehát ez is egy hiány, tehát általában nyelvészettel, buddhizmussal, vagy néprajzzal foglalkoznak,
azoknak, akik velem tanultak mongol szakon, vagy esetleg más török szakon is. Tehát történészileg nem volt olyan ember, aki ezzel foglalkozzon. És közben, ahogy mesél erről, azért az is kiderül, hogy hány tudományágnak, illetve társtudományoknak kell összekapcsolódnia egy ilyen kutatásban ahhoz, hogy fontos és valós eredményekre lehessen jutni. Említette azt korábban, hogy olyan helyekre jutott el, ahol Mongóliában talán még önön kívül így fogalmazott, hogy fehér ember nem járt. Melyek ezek a helyek, hogyha csak egy-kettőt említene? Hát ugye Góbiba nagyon sokat jártam, de az egy hatalmas terület, sok hely ismeretlen, és ott a Góbiba, a kínai mongol határon például vannak hun település maradványok, ugye ott erődöket találtak, most tárják fel őket, tehát ott is megfordultam. Ugye már Kínához tartozik, de ugye belső Mongóliához közel van, meg mongolok is éltek ott, van egy hun főváros, a déli hunok fővárosa Tongwancheng, amit ugye Fehérvárnak neveznek, oda például ugye én jutottam el először, tehát még 2005-ben, és hát jóformán én tudósítottam, hát nem csak Magyarországot, hanem itt a nemzetközi közvéleményt, ugye Európában is, hogy van egy ilyen hun város, és ugye közöltem róla ismereteket, ez ismeretlen volt, és a kínaiakat is az megdöbbentette, hogy milyen hasonlóságok vannak a magyarokkal. Tehát ez a két terület az, ami viszonylag olyan felfedezetlen volt, illetve hát ugye találtunk egyéb emlékeket, ilyen sztéléket, sziklarajzokat, amik szintén nem nagyon ismertek az európai közönség előtt. A leletekről, meg ezekről a különleges helyekről majd még beszélgetünk, de most jön valaki, aki fontos az ön pályáján. Vendégünk önálló történelmi vizsgálódásai mellett időről időre szakértőként részt vesz a társtudományok kutatásaiban is. Így találkozott a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensével, a jogfilozófus Szmodis Jenővel is. Most vele folytatjuk. A Szent Korona tant, annak különösen a jogi vonatkozásait kutattam, és hát ennek kapcsán valamennyire a koronának a régészeti oldalával is voltam bátor foglalkozni, és tulajdonképpen ez bizonyos közös pontokat teremtett a kutatásunkban, a közös érdeklődési körünk hamar megmutatkozott. Ami rögtön szembetűnő volt az ő érvelésében, munkásságában, hogy a módszertani tisztaság és következetesség és a logikus érvelési mód jellemzi. Na most hát innentől kezdve legfeljebb bizonyos tényadatokat lehetne kérdésessé tenni, amiket hivatkozik, na de hát ezeket könnyen lehet ellenőrizni. Így módon különösebb kétségeim nincsenek, hogy az ő megállapításai lényegében helytállóak és úttörő jelentőségűek. A kutatók vonatkozásában is az egyéni kvalitások azok meghatározóak. Tehát a gondolkodás rugalmassága, a dogmákkal szembeni egészséges föntartások, azok nem ártalmasak a kutatók számára, és ezek Borbálát maximálisan jellemzik, és kiváló érzékel tud rámutatni azokra a téves dogmákra, amelyek a magyar történettudományban igen mély gyökeret vertek. Rámutat azokra a kérdésekre, hogy mindez, amit evidenciaként oktatnak számos esetben, ezek merőben dogmatikus állítások, és ezzel szemben viszont olyan valóban axiomatikus állításokat helyez, amelyek a további eredményes kutatást képesek megalapozni. A kutatásainak az egyik kiinduló pontja a vérszerződések vizsgálata. Egy picit beszéljünk erről, hogy miről is van szó tulajdonképpen.
Ugye nagyon sok tanulmány született arról, hogy hogyan jött létre a nomád állam, hogyan jött létre a hun birodalom. Ugye nagyon sok elmélet létezett külföldön, és hát ezeket vették át a magyar történészek, és ugye számomra megdöbbentő volt, ugye férjem is jogász, foglalkozik jogtörténésszel, olvastam én is nagyon sok régi munkát, hogy a magyar jogtörténészek megállapításait miszerint a vérszerződés volt az első ilyen, hogy mondjam, fontos aktus a állam létrejöttéhez, hiszen akkor ugye a törzsi vezetők szövetséget, örök szövetséget hoztak létre, egy uralkodót emeltek maguk felé, illetve ugye létre elmondták az esküszöveget, és ezt mondják a magyar jogtörténészek, hogy ez az esküszöveg pedig az első alkotmány. Tehát a nomád állam első alkotmánya, és teljesen logikus az érvelésük, de erről jóformán senki nem gondolkozott a világ többi részén, és amikor ezt elmondtam Mongóliában, a kongresszuson, hogy a magyar jogtörténészek mire jöttek rá, akkor megdöbbentek, hogy ez mennyire használható akár a mongol állam esetében is, mégse gondolt rá senki. Talán az azért, mert ugye nem volt más államban egy olyan erős jogászi, jogtörténészi kutatóbázis, vagy egy olyan alap, mint nálunk. Ugye még így is csúfoltak mindig bennünket, hogy az ügyvédek meg a jogászok országa már a 18-19. Századtól, és hát tényleg ez egy nagyon, ez talán a legfontosabb megállapítás szerintem az állam szervezésben, és akkor én megpróbáltam összegyűjteni azokat a vérszerződési formákat, esküszövegeket, amelyeket ugye a történeti krónikák megőriztek, ugye az ázsiai hunokról, a kínai krónikák nagyon sokat írtak, később a mongolokról is jelent meg, illetve a kettő között, tehát a hunoktól kezdődően nagyon sok feljegyzés készült az ilyen hun utódnépekről, szintén kínai krónikákban, és ezeket összegyűjtöttem, és összevetettem anonim a vérszerződésről szóló leírásával. És mit talált? Döbbenetes, hogy ugyanazt írta le Anonymous, ami pontok előfordulnak a keleti krónikákban is. Tehát ugyanazt a szertartást végezték, hogy ugyanúgy ugye vérüket kicsorgatták, ugyanúgy emeltek maguk fölé egy uralkodót, és az az öt eskü pont, amit ugye leír Anonymous, azok mindegyike megtalálható a keleti krónikákban. Tehát ez is azt igazolja, hogy Anonymous nem kitalálta ezeket az eskü pontokat, hanem ugye azt írta le, amit tudott, vagy hallott, vagy ugye a király udvarból értesült róluk. A kutatásai során milyen egyéb hasonlóságokra bukkant, amit számottevőnek tart az őstörténetünk meghatározásának szempontjából? Ugye nagyon fontos a nap és a hold kultusza, ugye ez a székelyeknél mai napig van például a napba nézés, ugye csíksomlyói búcsú idején, és hát végül senki nem tudta megmondani, hogy mi ez. És már kínai krónikák leírják, hogy amikor a hun főkirály hajnalba felkel, meghajol a napnak, este pedig a holdnak. A mongoloknál is megvan ez a szokás, hogy minden hajnalba a napnak áldozni kellett. Ugye ennek is van egy nagy hagyománya, sőt Azerbajdzsánban van is egy ilyen hegy, az a neve, hogy Babadag, ahol szintén kimennek éjszaka, és megvárják a felkelő napot. Tehát például ez egy nagyon különleges szokás. De ugye a vérszerződésen kívül ugye nagyon sok, hogy mondjam, tehát a demokratikus hagyományok, hogy ugye ezek a sztyeppei népek, ezeknél nem volt diktatórikus állami felépítés, hanem viszonylag demokratikusan hoztak döntéseket, ugye meg volt az országgyűlés intézménye, ezeket is megnéztem, hogy a magyar krónikák mit írnak akár a hunokról, ugye nálunk mi volt a középkorban divat, és mi van ugye a keleti népeknél, tehát én megpróbáltam
próbáltam mindig egy ilyen eurázsiai összefüggésbe gondolkozni. Tehát ezek nagyon fontosak voltak, illetve hát ugye a hunok úgynevezett eltűnését próbáltam tisztázni, hiszen olyan nincs, hogy egy nép egyik napról a másikra kihal utódok nélkül, tehát láthatunk olyan folyamatot akár a 20. században is, hogyha ugye idegen fennhatóság alá kerül egy-egy népcsoport, az is ugye tovább élhet. Tehát nincsen olyan, hogy egyik pillanatról a másikra valakik hirtelen eltűnnek. És mire jutott ezzel kapcsolatban? Hát az, hogy természetesen ugye nem tűntek el, akár itt a Kárpát-medencébe is maradtak hunok, akik akár megélhették Árpád bejövetelét is, illetve ugye keleten is, a Kaukázusban is volt egy olyan fiktív névvándorlás, amit a kaukázusi források nem erősítenek meg, ugye kitaláltak egy évszámot, hogy 463-ban állítólag jöttek bolgár törökök, akik elűzték a hunokat, na hát kiderült, hogy a Kaukázusban nem tudnak erről, hanem itt is egy bizánci, kései bizánci krónikát rosszul értelmeztek, és ebből lett egy népvándorlás, tehát a hunok a 8. századig önállóan a Kaukázusban éltek, sőt még a kereszténységet is államvallássá tették. Mindaz, amit most elmondott, annak a megítélése hogyan változott a tudományos életben az elmúlt időszakban? Nyilván Szmodis Jenő említette, hogy bizonyos tekintetben úttörőnek számítanak a kutatásai, illetve hogy a hivatalos álláspontok nem mindig vágnak ezzel össze. Mit gondol erről? Hogyan hát most már azért kezdik azért átgondolni, tehát azért is például megalakult a Magyarság Kutatóintézet, ugye ott is archeogenetikusokkal találkoztam épp tegnap, és mondják nekem, hogy hát úgy látszik a genetika alapján, hogy nem volt itt bolgár-török vándorlás, mondom, tudom, már megírtam történeti alapon, tehát én ezt már láttam, mint történész, ők viszont ugye a természettudomány módszereivel tudják ezt igazolni, illetve ugye ezeket a megállapításokat, amiket tettem, hát eleinte nem sok embernek tetszett, de úgy látom, hogy most elmozdul egy kicsit a tudományos álláspont, és egyre inkább elkezdik a hunokat is kutatni, és hogyha tényleg összehasonlítják az ázsiai hunleleteket az európaival, akkor azért majd csak igazat adnak az én álláspontjaimnak. Azon gondolkodtam közben, hogy itt ugye meg Mongóliában, meg mindenféle keleti vonalon zajlanak a kutatások, ásatások, de az egyszerű mongol ember mit tud rólunk? Tehát, hogy ő mit tud a magyarokról? Tud rólunk bármit is? Hát nagyon sok ismerettük azért nincs, de például a szocializmus idején ugye nagyon sok magyar dolgozott Mongóliába, tehát tőlük sokat tanultak, és ezt mai napig emlegetik. Másrészt ugye sok mongol tanult vagy dolgozott Magyarországon, ez a tendencia egyébként most is megvan, úgyhogy valami alapismeretük van, illetve ugye az elmúlt néhány évtizedben ugye tehát a Mongol Tudományos Akadémia egyetemi professzorok, akik foglalkoznak a hunokkal, ők is elkezdtek érdeklődni, ők meg nem tudnak semmit az európai hunokról, úgy, ahogy mi nem tudunk az ázsiaiakról. Tehát egy ilyen ismeretcsere zajlik gyakorlatilag. Így van, és én megpróbáltam nekik közvetíteni azt, amit tudok az európai hunokról, és ez a hun tudat, hogy ők a hunoktól származnak, ez egyre inkább a közvéleménybe beleivódott, és most már ugye jóformán állami szinten is, de nagyon sokszor úgy hallom az egyszerűbb mongol emberektől is, hogy ők tudják, hogy a hunoktól származnak, és hogy a magyarok a rokonaik. Egy pár forrást már említett, amelyekre a kutatásai támaszkodnak, de említsünk még párat, hogyha jól tudom, akkor a Csíki-Székely krónika is egy közülük. Igen, így van, tehát ugye azt
egy feltáratlan, vagyis hogy jelenleg azért két kutató is dolgozik rajta, hogy kielemezzék ennek a tartalmát, hiszen nagyon fontos megállapításokat tartalmaz, és a székelyek korai történetének azt hiszem a legbecsesebb forrása. Ugye vannak még a székelyeknél olyan oklevelek, periratok, ezek 15-16. Századia, ahol ugye arról nyilatkoznak egy egyszerű székely ember, aki nem olvasta a krónikákat, hogy például azért nem adják ezt a területet oda a másik falunak, mert ezt még dengizik adta vagy aladáratta nekik jutalmul. Tehát ez ilyeneket nem lehet kitalálni, tehát nincs olyan, hogy egy ember ezek ilyen adatokat kitaláljon, főleg úgy, hogy tudjuk, hogy ott volt a székhelye a hunoknak, ugye Attila halála után. Akkor ugye nagyon fontos a képes krónika, tehát azt a királyi udvarba írták, és ahogy rekonstruálhatjuk, hogy maradhatott ez meg, ugye a hősénekekben megörökítették a vándorlást, a főbb eseményeket, a magyar történelem főbb eseményeiket, és ezt írták le valószínűleg a királyi udvarban. Tehát nem csak kitalálták a történeteket, hiszen olyan egyezések vannak benne, amit nem lehet kitalálni. Innen folytatjuk a beszélgetést, mert megint következik valaki, akivel szorosan együtt dolgozik. A magyarság eredetének kutatásában a történészi munka mellett komoly feladatot jelentenek a régészeti feltárások és a leletek elemzése is. A közös élményekről és eredményekről Makoldi Miklós régészt, a Magyarság Kutató Intézet régészeti kutatóközpontjának igazgatóját kérdeztük. A mai mongolok most is az ázsiai hunok leszármazottjának tekintik magukat, és hát Borbála is tulajdonképpen így a mongolok kapcsán a hun kutatás irányába ment el, mint ahogy minket régészeket is igencsak érdekel, és a Magyarság Kutató Intézetnek is ez az egyik fő projektje, hogy a Kárpát-medencei honfoglaló leletanyag genetikai vizsgálatából kiderült, hogy az egyik legerősebb marker, tehát a legerősebb összetevő a honfoglaló magyarság genetikájában, az bizony az ázsiai hunokra vezethető vissza. És hát a legújabb közös kutatásunk, amit idén végzünk a Mongol Tudományos Akadémia, a mongol nagykövetasszony Borbála és a Magyarság Kutató Intézet hármas szövetségében, ez pontosan azt célozza, hogy a pontosan 60 évvel ezelőtt abba hagyott mongol-magyar régészeti expedíciókat újraindítsuk, és ázsiai hun sírokat tárjunk fel, ami sikeresen el is mondhatom, hogy már két hun sír, egy közrendű és egy nemesi hun sír feltárása történt meg az idén, illetve a Mongol Tudományos Akadémia régészei megengedik, hogy archeogenetikai mintákat vegyünk a már korábban feltárt sírokból. Ezeket a Magyarság Kutató Intézet archeogenetikusai fogják elemezni, és így további ázsiai hun adatokkal szolgálhatunk majd a tudománynak. És ez az a koordináció, ez az a munka, ami a mongol nagykövet asszony nélkül nem jöhetett volna létre, tehát hogyha nincs Borbála, nincs ő, aki ismeri mind Mongóliát számtalan mongol útja során, olyan kapcsolati tőkét alakított ki Mongóliába, ami megkockáztatom, hogy más magyar állampolgárnak nincs, és tényleg a közemberektől a tudományos élet csúcsáig mindenkivel kapcsolatot ápol, és mindenkivel jóban van, és hogyha ő nincs, akkor ez nem jöhetett volna létre, ez a nemzetközi tudományos együttműködés. Erről a nemzetközi tudományos együttműködésről még mindenképpen beszélünk, de most egy picit utazunk vissza az időben megint, mert hogy pár évvel ezelőtt Makoldi Miklóssal egy sokállomásos kínai túrán is részt vettek, ha jól tudom. Akkor milyen területeket jártak be, és milyen eredményekre bukkantak?
Először Észak-Kínában álltunk meg, ugye két jelentős helyen, Datongba, illetve Belső Mongólia Autonóm Tartomány fővárosába, Hőhotban. Itt tanulmányoztuk a múzeumi anyagot, régészeti anyagot, ugye Datong az egy hunokkal ellenséges dinasztiának volt a központja, ugye Tabgacsoknak hívják. Nekem ez nagyon fontos volt, mert ott tudtam tisztázni a két nép kapcsolatrendszerét, és a Hőhotba pedig ugye van egy Hun múzeum, annak a tárgyait néztük meg, illetve a tartományi múzeum adott egy nagyon jó kronológiai ismertetést az ottani leletekről. Hát ez mindannyiunk számára fontos volt, illetve együtt meglátogattuk ezt a bizonyos Hun fővárost, Tongvancsenget vagy Fehérvárat, és ez ugye Miklósnak különösen fontos volt, hogy egyrészt talált olyan kis tárgyakat, olyan cserépedényeket, amiket ő fel tud használni a kutatásaiban, nem hoztuk el, csak lefényképeztük, illetve ugye ő is láthatta azt, hogy milyen monumentális volt ez a Hun település. A mostani nemzetközi tudományos együttműködéssel kapcsolatban az egyelőre megtalált leletekről mit érdemes már most elmondani, mit érdemes erről tudni? A lényeg, hogy tipikus Hun leletek, tehát ezek olyanok, amik a legtöbb Hun előkelő sírban megtalálhatók. Ugye van kocsi maradvány, ezeket általában ugye az uralkodó halála után, vagy a nemes halála után felülre helyezték. Amikor ezt megtalálták, akkor mondták, hogy na most jön a sír rész, tehát már ők pontosan tudják, hogy rétegződik a Hun sír. A másik ugye koporsó díszítés, ami olyan, úgy néz ki, mint a jurta fala, tehát ilyen rácsos, ami ugye talán a Attila halálával kapcsolatos mondával, nem tudom, lehet összefüggésben, ugye mondták, hogy hármas koporsóba helyezték, ugye ezüst, arany, bronz, és talán itt lehet látni, hogy vannak arany díszítésű koporsók, meg van bronz díszítésű, tehát egy ilyen részletet megtaláltak, ami nagyon fontos szerintem, illetve csontanyag is került elő. A kerámia is került elő, hát ezeket még majd most rakják össze a mongol szakemberek. Egy pár héttel ezelőtt nyilatkozta, hogy érdemes lenne újraértékelni bizonyos csontleleteket is, amelyeket nem a hunoknak tudnak be, vagy nem hun eredetűeknek tudnak be, hanem esetleg germán vagy európai eredetűeknek. Miért kéne ezeket újraértékelni? Pontosan azért egy régi dogma szerint elterjedt az, hogy a hunok ázsiaiak voltak, tehát mongolidok, és akik itt a Kárpát-medencébe találtak hun korra, tehát a hun birodalom idejéből, de európidok voltak, vagy kevertek, ezeket nagyon sokszor germánnak mondták, hogy gepida, vagy gót eredetű lehet. A németeknél is voltak már ilyen vizsgálatok, és kiderült, hogy amit ők bizony korábban soknak azt mondták, hogy ez gót, kiderült, hogy az hun eredetű, ugyanis Mongóliából származó leletek alapján azt lehet mondani, hogy az ázsiai hunok egy jelentős része európid volt. Ugye a mai Mongólia nyugati és középső részén ugye vagy tiszta európidok, vagy kevert típusok voltak, tehát amiket találtak eddig, és Mongólia keleti részén éltek inkább mongoli, teljesen mongolid jellegű hunok, majd ezek később ugye a mongolid jelleg majd megjelenik egész Eurázsiában a mongolok révén, de hát ezért lenne fontos teljesen újra értékelni ezt a kérdést, de ez nem csak nálunk fontos a Kárpát-medencébe, hanem az osztrákok is foglalkoznak velük, ahogy mondtam, a németek is, pont azért, mert rájöttek, hogy régen tévesen hozták meg a döntéseket. Milyen módon segíti ezeket a tudományos kutatásokat a nagyköveti pozíció Mongóliában?
Ugye nekem szerencsém van, hogy beszélek mongolul, ismerem a történészeket, a tudományos élet képviselőit, és így nagyon sokszor a mongolok mernek hozzám fordulni közvetlenül, hogy ők nagyon szeretnének együttműködni Magyarországgal. Ugye az akadémia tekintetében is a maga az akadémiai elnöke keresett meg, hogy szeretnék erősíteni a kapcsolatot, úgyhogy mi is mind az akadémiával, mind a Magyarság Kutatóintézettel megpróbáltunk, már kötöttünk is megállapodásokat, tehát megvan a két régészeti intézet, az MTA, tehát mind a kettő MTA, a Magyar és a Mongol Tudományos Akadémia régészeti intézete között létrejött megállapodás, akkor a Magyarság Kutató is kötött az akadémiával egy külön megállapodást, ugye főleg azért, hogy tudják-e a archeogenetikai és a régészeti kutatásokat végezni, de van a néprajzi intézetek között is megállapodás, illetve ugye a könyvtárak is bejelentkeztek, egyetemek, tehát ezek azért jók, hogyha van egy megállapodás, akkor könnyebb bizonyos projekteket keresztül vinni, és ilyenkor mi közvetítünk, illetve ugye a minisztériumon keresztül, ugye a diplomáciai úton zajlik ez a folyamat, úgyhogy ebbe az évben hát elég sokat dolgoztunk ezen, de meg is van az eredménye. Az elmúlt közel 40 percben szerintem csak a jéghegy csúcsát villantottuk föl abból, hogy milyen hatalmas témáról van szó, és mennyiféle leágazással. És nyilvánvalóan egy kutatót az igazság keresése, a tények feltárása alapvetően mozgat és hajt. De mi van ezen túl? Milyen érzelmi viszony fűzi ehhez az egészhez? Mi az, ami belül igazából motiválja és mozgatja? Valójában én is szeretném tudni, hogy mi történt, akkor kik az őseink, tehát szerintem innen kezdődhet egy kutatás, hogy tényleg igaz, mi van ennyi hasonlóság mondjuk a mongolokkal, vagy hát van persze Közép-Ázsiában, Kaukázusban is, és hogy miben voltak nagyok ezek a hunok, ugye, mert mindig lehet mondani azt, hogy mert itt volt egy nagy birodalom, két nagy birodalom, ez ugye legtöbbször a sztyeppét pedig ilyen fehér foltnak szokták ábrázolni a térképeken, és valahogy én úgy érzem, hogy meg kell mutatni, hogy igen, a mi őseink is tudtak valamit, nekünk is van egy nagyon gazdag kultúránk, ennek vannak alapjai, és én valahogy mikor olvasgattam ugye azt, hogy hát ezt innen vettük át, azt onnan vettük át, akkor valahogy ez nekem soha nem tudtam elfogadni, mert valahol mindig sántított ez a dolog, hogy mi voltunk itt közép-európai nagyhatalom, hogy nekünk kellett mindent átvenni, tehát ez a kíváncsiság meg ez hajtott mindig is, valószínűleg így fogok meghalni is, hogy ezeket a kérdéseket amennyire tudom, megpróbálom egy kicsit tisztába tenni. És a keleti világ szeretete mit talált meg ott, amit máshol nem? Igazából, tehát az emberek, tehát annyira, hát minthogyha egy régi, mint a mi régi hagyományunk, tehát ugye mindig az ember önmagát keresi, és tehát olyan emberi érzelmek voltak, amikkel találkoztam, hát az egyik legérdekesebb, hogy elmentünk a Gobiba, nem én féltem a kígyóktól, mert én életemben nem láttam mérges kígyót, hanem az egy mongol sofőrünk, és bekéreckedett egy jurtába, egy vadidegen családhoz, és a család kiköltözött a szabad ég alá, hogy mi ott lakjunk a házukba. Hát nem tudom, hogy ezt Magyarországon például meg lehetne csinálni, vagy volt olyan, hogy ugye elmentünk éjszakra, és hát nagyon hideg volt, hát ott éjszaka fagypont alatt van. És akkor ugye így fáztam, oda mentem a tűzhöz melegedni, és egyszer csak a sofőr hozott egy vastag köntöst nekem, mert látta, hogy fázom. Tehát én nem kértem, és mégis, tehát nagyon figyelmesek voltak. Tehát szeretet és ott honosság, amit ott megtalált. Nagyon kevés van már a műsorból, csak egy gyors kérdés. Úgy fogalmazott korábban, hogy újra kellene majd írni a történelmet, ameddig ebben valami végeredményre lehet jutni, vagy legalábbis, ha végeredményre nem is, de valami biztosabb álláspontra, addig mekkora munka van hátra?
Sok van még, sok van, de hál' Istennek nem vagyok egyedül. Vannak nagyon jól képzett fiatal kutatók, van, akikkel lehet együtt dolgozni, itthon és külföldön. Hát egy 10 év azért kell még ahhoz, hogy amit elkezdtünk, abból legyenek produktumok. Ez ugye egy ember életében sok, de végül is a tudomány életében azért ez egy kis pici időszak. És addig is jönnek időről időre, mondjuk úgy, hogy részeredmények. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt és mindezt elmesélt nekünk. Én is köszönöm szépen. Önök az Ez itt a kérdés portrét látták. Műsorunkat visszanézhetik a mediaquick.hu-n és követhetnek minket a Facebookon, valamint a YouTube-on is. Jövő vasárnap este 7-től újra várjuk Önöket. Tartsanak velünk akkor is. Viszontlátásra!